Üres postaépület Kisvárdán. A zárt ajtók mögött azonban már zajlanak az előkészületek, hamarosan ugyanis újra fogadják itt az ügyfeleket. A kisvárdaiak által kispostaként emlegetett hely tavaly novemberben zárt be. Akkor az energiafelhasználás csökkentésére hivatkozva országszerte összesen 366 posta működését szüneteltette a vállalat. Ebből azóta többet önkormányzati segítséggel újra nyitottak. Kisvárdán a közelmúltban döntött a városvezetés a szolgáltatás újraindításáról. Nagy öröm számunkra, a városvezetés számára, hogy a kisposta újra nyílik. Nagyon fontos, mert az itt lakó emberek számára befizetni, bemenni a belvárosba egy hosszabb folyamat. Illetve itt vannak a kórház, a cégek itt vannak ezen a részen, illetve a szomszéd faluból Anhalcsról is ide járnak be. Tehát rendkívül jól működő posta volt, árul az értékpapírokat, csekkbefizetés. Tehát ugyanúgy fog működni a posta, mint eddig működött, két dolgozóval. Ugyanazok az arcok lesznek a postának, itt eddig megszoktak az itt lakók, úgyhogy hála Istennek, hogy indulhat. Ez a posta korábban is nagy forgalmat bonyolított. Nem csak a város részben található cégek, intézmények miatt volt fontos az újranyitás, a környező településekről is sokan jártak ide. Partneri konstrukció, ez a kedvező számunkra, ez 23 millióba kerül, tehát fele annyi, mint a más módon működtetnénk. És a másik nagyon fontos, hogy ez egy hosszú folyamat volt, mert már januárban a lakók jöttek, kerestek engem írásban, személyesen, hogy indítsuk el a postát. Megkerestük a miniszterhelyettes urat, Fónagy urat. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez országos döntés volt, tehát nem tudott mit lépni. Ugyan, hogy megkerestük a posta vezérigazgatóját, hogy egy mobil posta legyen akkor helyette, abban sem tudott lépni. És azt jött az ötlet, hogy hirdessük meg vállalkozásba, arra nem jelentkeztek, és maradt a partneri kapcsolat, és a város boldogan vállalja föl, hogy itt lévő lakosokat tudja szolgálni, cégeket. A kisvárdai partneri postát szeptember 1-én nyitja újra az önkormányzat.